Na szevasztok újra! Folytatjuk a Quick 4-et, tehát megérkeztünk a hulladék feldolgozó üzembe. És ilyen fura hangok... Basszus, ne ijeszges! Just got word we're assembling back at the entrance to this facility. Watch yourself. There's acid sprays in here that'll chew through armor in no time. Warning, decomposition solution activated. Lesz? Ezek valami... Azt hiszem nem kéne itt legyek. Ezek valamit beengednek. Valami gőzt, gázt vagy nem. Mi a lócitrom? Ha ne hányjál már le! Azt a mindenit. Oké. Megjelentek a zombik, legalábbis nekem zombinak tűnik, tűnt, és le akart hányni. Miért akar lehányni egy zombi? Rosszat evett, vagy mi? Vagy? Hát ez de durva. Nézd már! Igen, most mondta a társunk, hogy igen, zombik vannak itt lent, akik gyakorlatilag Strogified Marines, tehát Stroggá alakított tengerészgyalogosok, ha úgy tetszik. Hát ugye valószínűleg a selejteket dobták le ide, és azokból lettek ezek. De legalább a soti lőszereket visszakapjuk, ho-ho-ho-ho! Oké, akkor valószínűleg ezen a pályán jó néhány zombi fog ránk várni. Mondjuk, hogyha időben észreveszi az ember, akkor... Akkor mégis nem olyan nagy gond. Akkor nem olyan veszélyesek. Ezek nem is pazarlok lőszert. Felesleges. Főleg ilyen féltestűekre, tehát ezek teljesen... Hát ezek gyakorlatilag veszélytelenek. Majdnem. Ne hányjál le! Jó, hogy kimondom, hogy veszélytelen, erre majdnem lehány. Mondom ide, ez ilyen... Azt a cirkusz. Ezt nézd. Úristen. Fúj. Hát azért gondolom, hogy a hulladékot köpik ide le. Azt a rohadt élet. Ne hányjál le! Jó van. Mielőtt arra tovább megyek, itt láttam valami... Lesz? Néha is szaggat a hang, az nem tudom miért van, de azt a létre nekem ott kellene. Azt hittem, hogy itt fel tudok menni, de sajnos nem. Na! Viselkedni. Egyelőre, amíg csak így egy-két darab jön, addig nem igazán szándékozom ennél erősebb fegyvert használni, mert az lőszerpazarlás lenne. A blaster bőven jó. Fel kell tölteni a blastert, az kész. Van egy gyógyszer. Jó. Mm.
Na, de jó, hogy most vettem fel a... medkitet. Elkaptam is egy pofont. Na jó. Jesszusom! Azt a mindenit! Ezek a tisztítógépek? De várja nekem, mit merre kell... Hova kéne eljutnom? Nekem az a gyanúm, hogy itt valami hanghibába futottunk. Ennek tudja, hogy nem is szaggatva kell mennie. Aha, ha 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 ha. Ja, mondom, itt valami hanghiba történt a játékban. Hello! Au! Az epic file. Ember nem ár. Mi jó, hogy itt volt checkpoint. Ezt eléggé elszúrtam. Hát akkor... Anyád! Na jó. De hogyan? Mindegy. Ó, basszus, de rossz, hogy kifogy a régen. Mármint, hogy újra kell tölteni. Ez nagyon rossz.
De régen nem így kellett volna megcsinálni. Az előbb valaki lőtt rám. De hol? Anyád! Reméltem, hogy a játékállás újratöltése megoldja a hang problémát, de sajnos nem. Nem tudom, hogy mitől van. Megpróbálok utána járni. Biztos nem az EAX okozza, mert hát akkor a játék elejétől fogva jelentkezett volna ez a hanghiba, de ez csak most jött elő. Ha. 379. Köszi! Köszi! Aha. Hogy volt, hogy veszélytelenek a zombik? Ennyire veszélytelenek. Hát ez csodás. Úgy érzem, hogy a játék rendesen elkezdett szemétkedni. Ja, meghalt. Hello! Nem már! Ez engem bánt ez a tudsz? Nem már! Ezek itt megállás nélkül fognak respawnolni, vagy most mi van itt? El az, gyere csak! Gyere csak! Ah! Ez elég undorító hely volt. Na. Oké, ez egyetemben nem normális, hogy iszaggat a hang. Ember, nem hiszlek, találj már ki valamit, légy szíves. De érted, ide beáll az utamban, hát mindjárt agyfasz kapok ettől. És miatta döglök meg!
A rohadt NPC miatt döglök meg, már elnézést. Állandóan az útban van, mindig az útban van. Oda áll mögém, hogy véletlen se tudjak mozogni. De idegesítő ez. Ez a, tudod, menj előre és dögölj meg! Mármint az NPC-nek mondom. Ez annyira idegesítő. Van egy kis szűk folyosó, ahol egy ember fér el, azért is mögénk áll. Hogy én basszak rá. Legszívesebben lerúgnám innen. A zombik közé, zabálják föl. Azt érdemelni. Na, de most légy ügyes, gyerünk, menjél, intézd el magad. Én nem fogok segíteni. Ez az. Szedjék csak szét. Megvárom, míg lerendezik a meccset. Én egy ilyen seggfejnek nem fogok segíteni. Egy-két percet találkoztunk, de minden, amit eddig elért, az csak hátráltatott. Na jó, meg is döglött, helyes. Erre számítottam. Nem hiszem el a rohadt ajtó! Aj, annyira nagyon idegesítő, hogy a reagánt újra kell tölteni, ez annyira el lett cseszve, ez a fegyver. Pedig a kettőben kegyetlen jó volt a reagán, de itt annyira elcseszték. Hello? Mi a fasz? Már elnézést. Mi a büdös francnak kellett ezt újra töltősre csinálni ezt a fegyvert? Ezt valaki magyarázza el. Mi értelme volt ennek? Ez a fegyver így nem sokat ér. Jézusom. Ember mennyi élete van. Jézusom! Na jó, akkor azt tudjuk csinálni, hogy amint ennek a pályának vége, akkor utána megpróbálok utána járni, hogy mi okozhatja ezt a hang szaggatást, mert ez így nagyon nem normális. Hello? Jézusom! Ajaj! Mi van? Na, várj egy kicsit. Van egy ötletem.
Mi van akkor? Csak kíváncsiságból. Ha kikapcsolom az EAX-ot, How about it, Kane? You want to try walking through? mégiscsak az EAX okozta? Akkor kicsit bagos a ez a része sajnos, úgy tűnik. Let me see that rocket launcher. Hold scope after you fire a rocket, you can guide it where you want it to go. It's great for shooting around cover. Öreg, nekem már jóval előbb megvolt a rakétavetőm, de köszi. Már jóval előbb megszereztem, mint hogy te odaadtad. Egy pillanat. Csak leellenőrzöm, hogy megjavult-e teljesen a hang. Egy kis türelmet. Igen. Jó, oké. Hát akkor nem is kell utána nézek, akkor már meg is van. Akkor mégiscsak az EAX okozza, de ugye ez nem az a... Tehát ez nem a natív hardveres EAX, ez csak egy ilyen szoftveres emuláció. OpenAL API-on keresztül. Úgyhogy valószínű ott valami gigszer van a kódban. Vagy a driverrel veszik össze, nem tudom. Nem, de esetre... Újra kell indítani az EAX-ot és kész. És ezt most láttátok, hogy ezt hogy kell megtenni. Köszi! Meggyógyítasz? Ó, milyen rendesek, látod? Aha, és itt... hogy megyek én itt át? Kedves embertársaim. Úristen. Lehet, hogy ezek a gyorsmentések hűítik meg az EAX-ot, azt még el tudom képzelni. Úristen. Úristen. Hát én hogy megyek át? Hát ötletem sincs, hogy itt hogy menjek át. Valaki itt már megpróbálta-e? Van egy... Az nem nyert. Egy basszus kulcs. Igen. Rossz helyen vagy, öregem. Siker! Ajaj! Ajaj! Ajaj, 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 ajaj! Ez egy klasszikus boss!
Nyugi! Megoldjuk! Én érzem úgy, hogy ez a Lightning and lószart nem ér. Na! Oda néz a Nélgán! Azt a mindenit! Ennyi. Na hát ez nagyon-nagyon tanulságos meccs volt. Levonhatjuk azt a következtetést, miszerint a Nélgán az egy isten király a fegyverbosszok ellen, ez veszettül erős lett. A Lightningán nem ér lószart sem. Az gyakorlatilag ki is fogyott, de azt szerintem innentől nem is fogom már használni. Ja. Hyperblastert nem is használtam, de is nagyon jó. Tehát a Hyperblaster és a Nélgán, ez a kettő, persze a fölfejlesztett Nélgán, ez a kettő fegyver, ez Isten császár. Na most láthattátok a Nélgán mennyire brutálisan hatékony erős ellenfelek ellen. Eszéletlenül lehet vele darálni. Szétszeri a nagy ellenfeleket. Nagyon-nagyon erős fegyver. Kikapcsoljuk a lézert. Így van. Azt hittem a boss megölése után is lesz valami átvezető cutscene, de tévedtem. Ja, hogy onnan meg tudsz gyógyítani, ügyes vagy. Ó, és zöldre váltott. Bum! Mind a ketten meghaltak, remek? Na várjál. Ez így nagyon rosszul sült el. Ez így nem pálya. Tehát azt, hogy mind a ketten meghaltak, plusz még a izé is oda lett. Nem. Máshogy megyünk neki ennek. És én már sejtem is, hogy... Na gyertek csak! Ujjjjj! Kösz! És most nyomunk egy mentést. És akkor a leguruló hordót, azt megpróbálom...
Aha, nem látja ezért. A franc. Azt hittem a nélgánnal mindéket le tudom szedni. Kérek mindkettőből. Nem! Nem, ez nem fair. Ez így nagyon nem fair. Na most mentünk egyet. Igen, köszi. És akkor most azt fogjuk csinálni, hogy én előre sietek, és megölöm azt a macskot, ami itt van. Így. Ez az. Így. Ha a játék csal, akkor én is csalhatok. Mentés visszatöltéssel. Most mentünk egyet. Visszamegyünk a Hannibal űrhajóra. Hú. Ez egy nagyon hosszú pálya volt. Operation Last Hope. Hú, ez a hulladék feldolgozó üzem, ez a szörnyű pálya volt. Minden szempontból szörnyű pálya volt. Nagyon alattomos szemét pálya volt. Strongification looks more like mutilation to me. Barely half of his original body left. I'll bring a scan. Let's see what they've done to his brain. Amazing. His arm was sheared off with a dirty saw blade. He must have received a massive dosage of steroids to keep him alive through the process. Aha, steroidokkal tartottak életben. Welcome back, Corporal Kane. May I be the first to say you look like shit, son? You have strong hardware attached to you. We don't have the equipment here to remove it. Well, that is good, because I would like to take Corporal Kane to a mission briefing. Frankly, I don't think even one of our advanced medical facilities could do much. Those Strog implants are too deeply connected to your central nervous system. I will make certain he remains safe. Kane, let us go to the briefing room. Report the briefing. Igen, most mondta, hogy a Strog implantátumok nagyon mélyen hozzá van a csatlakoztatva a központi idegrendszerhez, tehát esélytelen visszacsinálni a dolgokat. Most már félig Strogok maradunk. There have been great changes in the Rhino squad since you were freed. Oh. Okay.
I imagine with all the hardware, you can read and understand spoken Strong. Így van. Most mondta, hogy a Strong nyelvet most már megértjük ezek az implantátumokkal. Igen. Te nem mondasz semmit? Jó. What the hell is a squib doing here? Neurosurgery. Idegsebészet. Genetic research. Te utána nem jössz? We need to get to the mission briefing. Ja, hogy ő utánam jön. Figyel, nehogy izé eltévedjek, vagy nem tudom. Nem akarod fogni a kezem? What's a piece of shit Strog doing on board the Hannibal? How many Marines did they tear apart to build you? Nem tudom, öreg. Nem tudom. Jobb, ha nem tudjuk. We need to get to the mission soon. Igen. Mi mindig nem mehetek be ide? Nem. Jó, akkor menjünk briefingelni. Think he's got a multi-phase transmitter? Yeah. Get a load of the temporal implants. Those must be wired directly into his cerebral cortex. Wonder what his RAM is. Probably using onboard memory. Use his cerebral cortex? Well, sure. It's there. Why not put it to good use? You got a point. Maybe HQ would let us run some tests on him. Excellent idea. Let's find out. Do you have any idea how many instructions per second you can perform? Okay, we are expecting the mission briefing. Security report to Deck 2. A Strong warrior has been sighted. Rhino briefing room. At ease, Private. Yes, sir. Rhino squad is waiting for you in the briefing room. Itt van Matthew, az átalakított Matthew Kane. Az igen, mint a robot zsaru. Rá emlékeztet. Tökölt a robot zsaru. That's enough, Rhodes. General on deck! Ah, yeah, Matthew Kane, our wayward Strong. Can he be trusted? The doctors have given him a clean bill of health. Very good. It's been determined the Nexus is too vast to be hurt by one EMP bomb, or a dozen for that matter. The Strong communication network needs to be cut off at the source. And that source is housed in this building, the core. We're about to execute a massive assault to destroy the core. Unfortunately, it's very well protected. We'll need to access the security stations at the tops of these nearby towers. Data storage, networking, and data processing. And that would be where Corporal Kane comes in. Correct. Intelligence believes that because of his Strong physiology, Kane is the only one who can deactivate the security stations. Kane, you most likely are our last best hope of destroying the Nexus. Strauss will need your expertise at the networking tower once we gain control. Hacking the Strong network will not be an easy task, but with the proper equipment, it can be done. Very good. Lieutenant Morris, you have the floor. All right, gentlemen. This one's going to turn the tide of the war, so stay sharp. Strauss, you're being transported by land. Kane, you're going out with the next pod assault wave. The launch bay is nearby. Battle stations. A Strong force is incoming. Flyers and ground troops are confirmed. Guess they brought it to us. Let's make them regret it. Move out! Gear up. Tehát fel kell szerekezünk a következő küldetéshez. Have you spoken to Strauss? He had a most interesting adventure after being captured by the Strog. Igen, beszélek Strauss-szal? Na, találkozok vele, akkor megpróbálok. What is happening? Shields are at 86%.
Támadják a Hannibalt? Ezt a hajót támadják? Jézusom! Támadják a hajónkat! Report a drop, launch bay. Harvesters approaching on the left flank. We need walkers over there ASAP. They're trying to take engineering. Warning, exterior shields are at 48%. 48%? Walker Bison 5 is on fire. Get Banks out of there. HQ, this is Bison Commander. Get us some air support right now and we're all dead men. They're all over the place. I can't stop them. At shields intermittent. Damage reported on next 2-3. Nem tudom, hogy... Remélem, hogy... Jó helyre jöttem, elvileg jó, aha, jó helyre jöttem. Okay. Okay. Ez kilövés lesz. Fejjel lefelé vagyunk, ha jól látom. 3, 2, 1. Kilövés. Milyen gravitációs erő hathatott rá? Data Storage Terminal. Igen, úgyhogy tehát elindulunk a Nexus Core felé, tehát a Strogok fővedi szállására. És a Data Storage van, meg a Networking, ezén keresztül vezet oda az út, ugye? Jesszusom! Ah, megint légvédelmi lövegek vannak mindenütt. Ezek mind escape podok. Ezek a légvédelmi lövegek leszedik őket. Aha. Ismerős? V2 is így kezdődött. Emlékezzetek, V2 ugyanígy kezdődött. Ez nagyon ismerős. Szép. Legalább a fegyvereink megmaradtak, hála jó Istennek. Oké, srácok, innen fogjuk folytatni a következő részben a Quake 4-et. Hát ez a hulladékfeldolgozó üzem, ez elég bosszantó pálya volt. Őszintén szólva, úgyhogy remélem, hogy ez egy picit fairebb lesz. De minden esetre... Oké. Mindenesetre, ha tetszett a videó, nyomja a lájkot és tartsanak meg közelebb. Innen folytatjuk majd a Quake 4-et. Szevasztok!